2001 márciusában törte át a gátat a Tisza-Beregben. 3 nap alatt jelentős mennyiségű eső esett. A bajt tetézte, hogy a Kárpátokban elolvadt hó is megnövelte a vízszintet, amely meghaladta a 10 métert. Az árvíz idején homokzsákokkal próbálták megerősíteni a töltéseket, majd az árvíz levonulta után tervszerű korszerűsítés indult. Emellett 3 helyszínen épült árvízi tározó. Az egyik a cigándi tározó, ez a Bodrog közben van, a másik a Szamos árvizeit képes kezelni a Szamosraszna közi árvízi tározó, és a beregi területeken, közel ahhoz a helyhez, ahol a gátszakadás volt, ott van beépítve a kivezető műtrágy, tehát 3 létező tározónk van, és épül a Tisza-túrközi árvízi tározó, jó ütemben, jelen pillanatban is folyik az építkezés, és 2022-ben reményeink szerint működésbe tud majd lépni. És hát a töltésfejlesztések is folynak, hiszen nem csak a beregi oldalon, hanem a Tisza balpartján is komoly munkálatok zajlottak. 2019 év végére fejeződött be a túrtorkolattól az ország határig, Tisza-becsig, a Tisza töltésének a erősítése, illetve a batár töltésének a fejlesztése is megtörtént, és nagyon komoly munkálatok zajlottak a Tivadari híd térségében, mindkét oldalon, a jobb és a bal parton egyaránt. A Feti Vizik munkatársai egy helyről tudják ellenőrizni a teljes folyószakaszokat. Itt például az látszik, hogy Vásárosnaménynál 279 és 284 cm a vízállás, a hőmérséklet 10,4 Celsius fok, és csapadék nem esik. Ezt a központi adatbázist egészíti ki az a korszerű előrejelző rendszer, amely nem csak a felsőbb folyószakaszok vízhozamából tudja előrejelezni az árvíz lehetőségét. Mi 2001-ben mindössze 2 ilyen berendezés működött Kárpátalján. Ma már elmondhatjuk, hogy 50 távjelző állomás szolgáltat 5 percenként adatokat a hegyvidéki vízgyűjtőről, a vízállások változásáról, a csapadék tevékenységről, a léghőmérséklet változásáról, hiszen ezek a paraméterek döntően befolyásolják az árvizek kialakulását. Ez a rendszer jól működik, nem csak a Tisza közvetlen medrét figyeljük, hanem a mellékfolyókat, a mellékvízfolyásokat is, és a hegyvidéki területeket is, az átjátszó állomások környékét is. Ez azt jelenti, hogy olyan információk birtokába jutunk nap mint nap, amit az előrejelzéseknél kiválóan fel tudunk használni. Kialakítottunk egy új előrejelző modellt, ami azt jelenti, hogy a csapadékból képesek vagyunk vízállás előrejelzést adni a Tisza medrébe. Korábban ez csak úgy történt, hogy a bekövetkezett vízállások, tehát egy felsőbb szervényben bekövetkező vízállásokból tudtunk előrejelezni. Ma már azt tudjuk, hogy az előrejelzett csapadékból, vagy a lehullott csapadékból, amit a távjelzők jeleznek, már tudjuk, hogy mekkora árvíz várható Magyarországon. Az árvizitározók, a töltéserősítések és a korszerű jelzőrendszerek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a 2001-es nagy árvízhez hasonló tragédiák ne történjenek meg a megyében. A 20 évvel ezelőtti természeti katasztrófáról félórás összeállítást láthatnak március 29-én hétfőn 35 perc című műsorunkban.